A Zsoltárok könyve, első könyv, 15. rész. Az Istennek tetsző élet. Dávid Zsoltára. Uram, ki lehet sátradnak vendége, ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha.